Több embertől is megkaptam azt a kérdést az előző videóm után, hogy mi van akkor, hogyha egyik tipp sem válik be, és a stressz ugyanúgy az életük része marad. Tehát ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogy hogyan tudod a stresszt igazából a barátoddá alakítani, hogyan tudsz a stresszre úgy nézni, hogy az ne egy stresszfaktor legyen, hanem igazából ez egy pozitív dolog legyen a számodra. És lányok, üdv a csatornámon! Ahogy említettem már, ebben a videóban arról fogunk beszélgetni, hogy amikor valaki stresszel, és most itt arról a stresszről beszélek, ami így konkrétan 0-24-ben veled van, tehát amikor alszol, amikor a buszon ülsz, amikor az iskolában vagy, vizsga előtt, vezetés közben, bármikor. Igazából ehhez a videóhoz nem nagyon gyűjtöttem össze tippeket, halbár ugye általában szokott lenni egy struktúrája a videónak. Ebben a videóban én csak arról fogok beszélni, hogy amikor nekem ilyen részek voltak az életemben, akkor én hogyan tudtam ezekkel így foglalkozni. Mivel van különbség a között, hogy valaki úgy általánosságban stresszel, például vizsgai időszakban stresszel, az teljesen oké. Okay. Vagy egy bizonyos vizsgálat, mondjuk vezetés, vagy nem tudom, államvizsga, vagy mondjuk izgulsz az első interjúd előtt. Ez teljesen oké. Okay. Viszont vannak olyan szituációk, amikor az ember 0-24-ben stresszel. Tehát reggel, este, alvás előtt. Ilyen például nekem az előző hét, amikor ugye kezdődött az iskola, kezdődött a munkahely, minden egyszerűen összejött. És ilyenkor az ember tényleg nagyon-nagyon sokat stresszel. Viszont ilyenkor kell azt használni, amit én szoktam, és remélem, hogy ez nektek is segít, mivel nekem ez segített a legjobban. Tehát az első dolog, amit ilyenkor én mindig megnézek, amikor tényleg így aludni se tudok emiatt, meg enni se tudok, meg semmi más nem tudok csinálni, azaz, hogy mi a forrása ennek. Tehát hogyan tudod a stresszt a barátoddá alakítani? Tegyük föl, hogy aludni szeretnék, és mondjuk egyszerűen nem megy, mert azon izgulok, hogy mi lesz jövő héten az iskolában. Oké. Akkor ilyenkor megvizsgálom azt, hogy ha már amúgy is ezen stresszelek, akkor nézzük meg azt, hogy mi ennek a forrása. Miért félek attól, hogy nem fog menni az iskola? Egy. Nem olvastam még el a fejezetet, amit el kellett volna. Vagy van egy rossz tapasztalatom az iskolával kapcsolatban, és félek, hogy ez újra előjön? Vagy nem érzem azt, hogy készen állok, mert ez egy új dolog? Tehát mi a forrása? És azt mondom neked, hogy este 11 óra van, és én stresszelek. És elgondolkozom azon, hogy egyébként én azért stresszelek amiatt, mert mondjuk még nem olvastam el a fejezetet. Akkor elmondom magamnak, hogy semmi gond, holnap reggel 8-kor fölkelünk, és azzal kezdjük a napot, hogy elolvassuk a fejezetet. Tehát ahogy megvan a stressznek a forrása, úgy egyből meg is van a megoldás. Azért stresszelek, mert már történt egy ilyen iskolai esemény, és félek, hogy újra megtörténik. Oké, okay, de mit tanultam abból a régi iskolai eseményből? Tehát azt újra tudom hasznosítani itt. Vagy ugye a harmadik, amit mondtam, az az, hogy például nem érzem magamat felkészültnek. Oké, okay, miért nem? Nem néztem át elégszer az e-mailt? Nem néztem meg a felületet? Mi hiányzik? Tehát az első dolog az az, hogy azonosítod, hogy mi az, ami a probléma, és a második pedig igazából ebből következik, hogy találsz rá egy megoldást. És így a stressz, ami ott van az életedben, 0-24-ben, nem azt mondom, hogy el fog tűnni, de már is nyugodtabban alszik az ember akkor, hogyha tudja, hogy igazából csak azért izgulok, mert nem olvastam még el ezt a fejezetet, viszont holnap reggel el fogom olvasni, mert határidőm van. A másik dolog, amit én akkor szoktam csinálni, amikor itt tényleg 0-24-ben stresszelek, az az, hogy emlékeztetem magamat arra, hogy egyébként egy olyan dolgon stresszelek, ami még nem történt meg. Tehát nem szabad azon aggódni, hogy mi fog történni a jövő héten. Igaz? Mindig az elkövetkezendő 24 órára próbálok fókuszálni. Tehát, ha hétfő van, akkor nem azon aggódok, hogy jövő hét pénteken mi lesz a vizsgán, hanem azon aggódok, hogy a holnapi, vagyis a keddi órára mindent megcsináltam-e. Tehát, ha olyan dolog miatt stresszelsz, ami igazából így 3 hét múlva van, akkor azon még nem stresszelünk. Akkor majd azon stresszelünk, amikor 3 hét múlva leszünk 24 órával a vizsga előtt. Miért nagyon fontos ez? Azért, mert ha mindig csak arra fókuszálsz, ami a következő 24 órában lesz, akkor megtanulsz előre tervezni, viszont közben a jelenben is élsz. Nagyon sokan ugye azért rohannak, úgymond az idővel, mert folyamatosan azon aggódnak, hogy mi lesz holnap, mi lesz jövő héten, mi lesz 3 hónap múlva. És elfelejtik azt, ami most van, a jelen. Te ebben a pillanatban soha többet nem leszel az életedben. Soha többet.
Tehát miért azon aggódsz, hogy jövő héten mi fog történni? Vagy miért azon aggódsz, hogy 3 hét múlva mi lesz? Aggódjál azon, hogy holnap reggel időben felkeljél az iskolába. Vagy aggódjál azon, hogy a holnapi feladatot, házi feladatot, azt ma megcsináltad-e. Vagy aggódjál azon, hogy a holnapi prezentációd az készen áll-e. Vagy hogy a holnapi határidőre te leadtad-e azt a papírt. Azon minek aggódsz, hogy mi lesz 3 hét múlva, amikor most vagyunk itt a jelenben? Ha az elkövetkezendő 24 órára gondolsz, abban a pillanatban, amikor te stresszelsz, alvás helyett, evés helyett, zuhanyzás közben, vezetés közben, akkor tudni fogod azt, hogy oké, ez a dolog ez 3 hónap múlva lesz, felejtsük el. A jelen pillanatban én azért aggódom, hogy holnap mi lesz, meg hogy holnap után, meg hogy azután. De mindig csak az elkövetkezendő 24 óra. És így, amikor alvás helyett te azon gondolkodsz, hogy a 3 hétre lévő vizsgát vajon hogyan fogod megoldani, akkor eszedbe fog jutni, hogy hallod, emiatt majd aggódom 2 hét, 6 nap múlva, jó? Tehát most még nem. És igazából, ha ezt a két dolgot használjátok, akkor igazából a stressz nagyon könnyen a barátotokká fog válni, hiszen az első dolog az az, hogy megnézem, hogy miért vagy ott, tehát miért van itt a stressz, és hozok rá egy megoldást az alapján, hogyha tudom. A második dolog pedig az, hogy emlékeztetem magamat arra, hogy igazából a jelenemből veszek el időt azzal, hogy azon aggódom, hogy mi lesz 3 hét múlva. Az, hogy mi lesz holnap, azért aggódhatsz, mert figyelj, az 24 órán belül van. De az, hogy mi lesz 3 hét múlva, amiatt nem. És hogyha esetleg nem tudod azt azonosítani, hogy mi a jelenlegi stresszednek a forrása, akkor nagyon könnyen tudsz különböző kérdéseket föltenni. Tehát például, azon stresszelsz, hogy jövő héten történelem témazárót írtok. Akkor, ha nem tudod azt, hogy most én azért stresszelek el, mert ez egy nehéz anyag, vagy azért stresszelek, mert nem készültem eleget, vagy azért stresszelek, mert a tanár nem szeret engem, és félek, hogy az eszémet lepontozza, akkor elkezdhetsz olyan kérdéseket föltenni, hogy például tanultam-e eleget az esszére, a dolgozatra. Ha az a válaszod, hogy igen, akkor tudod, hogy valószínűleg nem azért stresszelsz, mert nem készültél eleget. Tehát ilyen fordított esetben fogsz, vagy például azért, mert nehéz a tananyag. Megkérdezed magadtól, hogy azért izgulok, mert esetleg nem érdekel annyira engem az anyag, vagy mondjuk nem megy, és akkor már rájössz arra, hogy oké, valószínűleg azért izgulok, mert rohadt nehéz a tananyag, és nem tudom. Vagy nincs olyan jó kapcsolatom a tanárral, tehát nem igazán érezzük azt, hogy mi egy irányba mennénk. Tehát fordított pszichológiát tudsz használni arra, hogy rágyere arra, hogy valójában, mert hogyha te 0-24-ben tanulsz, akkor valószínűleg nem azért fogsz izgulni, mert nem készültél eleget, hanem mert mondjuk nehéz a tananyag, vagy mondjuk nagyon-nagyon sok múlik ezen a témazáron, vagy nem tudom, például igen, a tanárral nincs jó kapcsolatod, és úgy vagy vele, hogy tök mindegy, milyen esszét írok, akkor is le fogja pontozni. De így a stresszt igazából a barátoddá fogod tudni alakítani, mert abban a pillanatban, hogy realizálod, hogy mi ez a stressz, rá is jössz arra, hogy mi a megoldása, és hogyha ez se sikerül, akkor pedig emlékezteted magadat arra, hogy egy, ha a stressz 3 hét múlva történik, akkor viszlát, nem foglalkozunk vele. Ha viszont 24 órán belül történik, akkor viszont egy, már valószínűleg egészségesen stresszelsz rajta, hiszen készültél, hiszen tudsz mindent, hiszen úgy mész oda, hogy igen, ezt tudni fogom, illetve 24 órán belül ennek vége lesz. Tehát, érted, nem fogok azon izgulni, hogy 3 hét múlva mi van, viszont ha holnap van egy nagyon nagy vizsgám, akkor tudom, hogy holnap ilyenkor már ezen túl leszek rajta. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt, és remélem, hogy eszetekbe jut, hogy a stressz az igazából, ha egészséges, ez egy nagyon jó dolog, ha jelen van az életetekben, hiszen ez azt jelenti, hogy ti valami olyan dolog miatt izgultok, ami nektek fontos. Ti valami olyan dologra készültök, ami nektek fontos, és ami a ti életeteket befolyásolja. De amikor túlságosan stresszeltek, és amiatt nem alszatok, nem esztek, nem tudtok úgy fókuszálni mondjuk a tanulásra, vagy a sportra, vagy a hobbitokra, akkor fontos az, hogy realizáljátok, hogy egy, honnan jön ez a stressz, kettő, hogy az eszetekbe véssétek, hogy igazából ez a stressz, ez a ti életetekben most jelenleg feleslegesen van jelen. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni, hogy ne maradjatok le több ilyen videóról. Találkozunk a következő videómban. Sziasztok!